A hírek világa után a stúdióból köszöntöm Önöket ismét, kezdjük stúdió beszélgetéseink sorát. Magyar felsőoktatás helyzete, az EGRI felsőoktatás helyzete és a nyílt nap, amivel mi készülünk arra, hogy minél több hallgatót várjunk, fogadjunk ezen a főiskolán. Tisztelettel köszöntöm témánk vendégeit, dr. Till Katalin rektorhelyettes asszonyt mindenek előtt, mint hölgyet kiemelten, Szövényi Zsolt urat, az Oktatási Kulturális Minisztérium főosztályvezetőjét, Hauser Zoltán rektor urat, mint házigazdánkat a főiskoláról. Talán kezdjük rögtön az elején, Szövényi úr, magyar felsőoktatás körkép. Hogy néz ki most a jelentkezések, meghirdetésekor, hogyan képzeljük el a következő tanévet? Milyen föltételeink vannak? Idén második alkalommal vizsgázunk ezzel a januári és a júniusi felvételi vizsgával. Ahogy látjuk, a úgynevezett keresztféléves képzésre, amelyre most már alapképzésre és mesterképzésre egyaránt jelentkezhettek a hallgatók, hogy talán a jelentkezéseknek a számából ítélve a tavalyi érdeklődés rendben van, megvan, annyi hallgatónk jelentkezett. Amire a 2008-as felvételi tájékoztató megjelenését követően számítunk, az a 2009-es beiskolázás, ott azért nem hiú remény, hanem valóságos, hogy egy 10 000-rel több jelentkezővel számolunk, nevezetesen azért, mert az a nulladik évfolyam a középiskolákból, amelyben nyelvi tagozatra jelentkeztek és nyelvtanulásra jelentkeztek a tanulók, ezek most szereznek érettségit. És ennek az évnek a felvételije nem csak főiskolákon, egyetemeken egy nagy vizsga lesz, hisz a 3 éves alapképzésből diplomát szereznek az emberek, és egy 21 700 fő mesterszakon meghirdettük a képzéseket. Tehát a felvételibe egyrészt a merítési bázist illetően is optimistán nézünk, másrészt pedig a szakválaszték is, mind a főiskolai, mind az egyetemi képzésben, tehát vagy egyetemeken, én is a régi terminológiákat használom, tehát mind az alap, mind a mesterképzésben bővül a szakos kínálat. Mennyire támasztja alá optimizmusunkat a törvényi változás? Várható-e jelentősebb változás? Alá fogja támasztani, de akkor ketté választanám. Ugyan nem törvény, de egy jogszabályi módosítás napirenden van és egyeztetés alatt van, amely a felvételi vizsgával függ össze. Nevezetesen a minimum ponthatárt, a bekerülés minimum ponthatárát 160-ról 200-ra növelnék. Jelezni szeretném, hogy minden előzetes tájékoztatás szerint ez nem 2009-re, hanem 2010-re fog vonatkozni. De a magyar felsőoktatás, miután decemberhez közelítünk, úgy tűnik, hogy a parlamenti munkába egy önálló képviselői módosító indítvány javaslat alapján, törvénymódosítás alapján fog kapni karácsonyi ajándékot, méghozzá a felsőoktatási intézményeknek a vagyongazdálkodásában és a vállalkozási tevékenységében, vállalkozások, gazdasági társaságok alapításában, vagyonértékesítésben egy nagyobb szabadságfokot biztosító felsőoktatási törvénymódosítás van a parlament asztalán, és várhatóan, hogy ebben az őszi ülésszakban el fogják fogadni, és hatályos lesz januártól ez az új törvény. Ez mindenképpen biztató, de a jelenleg zajló gazdasági folyamatok, amelyek egy kicsikét komolyabbá tesznek bennünket gondolkodásban is, mennyire befolyásolják az eddigi elképzeléseket, mennyire hatnak ki erre? A 2009-es évben egy picit nyugodtak lehetünk. Mindenki, illetve a 2008-as évvel. 2009-re viszont ismert, hogy a felsőoktatási intézményt is érinteni fogja az intézményi kört a 13. havi jutalmaknak vagy keresetnek a megvonása vagy időleges szüneteltetése, és ez bizony a felsőoktatásnak a finanszírozásában érződni fog. Ezt
végül is úgy gondolom, hogy a felsőoktatási intézmények velünk együtt nem nagy örömmel fogadják, de hát a gazdasági körülményeink erre kényszerítenek. Abban azért optimisták vagyunk, hogy az a képzési szerkezetváltás, amire előbb már utaltam, hogy egy magasabb normatívájú 21.700 fős mesterképzés indul 2007. szeptemberébe, ennek a forrásfedezetét a költségvetés fogja tudni biztosítani. Tehát úgy vagyunk vele, mint nagyon sok intézményrendszer, egyik szemünk sír, a másik meg nevet. És hát reménykedünk, hogy a 2009-es évet legalább olyan sikerre fogjuk zárni, mint 2008-at. Rektor úr, hallottunk egy körképet, most akkor melyik szemünk sír, melyik nevet, optimisták vagyunk-e? Hol van a helye az EGRI főiskolának ezen belül, hogy érzi? Igen, eszembe jutott egy ilyen nagyon ronda, durva vicc, hogy tehát mind a két szemünk megvan, mert van ennek olyan változás, hogy egyik szemem sír, a másik meg üveg. Tehát meg, de még nem jutott a felső. Megvan mind a két szemünk. Hát én inkább a főszerető utána a hazai aspektusokról beszélek, vagy beszélnék. Ugye az a mesterképzés, mint amit Szövény Zsolt úr is említett, ez kiteljesedőbe látszik, és 2009-ben a magyar felsőoktatás egy nem jelentéktelen kínálattal fogja nem meglepni, hanem hát megajánlani a lehetőségeket a bachelor képzésből kilépőknek, illetve hát mindazon főiskolai képzésben korábban végzőknek, akiknek még nincsen egyetemi végzettségük, hiszen a master diploma megszerzése az gyakorlatilag ezzel ekvivalens értéket jelent. Ebben a terveink szerint haladunk, azt mondom, jól állunk, állhatnánk jobban is, de azért beteljesedni látszik az az elképzelés, amit mi gondoltunk. Anélkül, hogy elvenném a rektor helyettes asszony kenyerét, mondom, hogy mintegy 20 mesterképzési lehetőség. Ez egy kicsit cizellált, mert a tanárképzés igazából egységes, és sokféle irányultsága van, de hát a tanárképzésen kívül van más mesterképzési szak is az intézményben, és hát a decemberi MAB üléstől még további eredményeket várunk, illetve a tavasz folyamán is zajlik ez a fejlesztő munka, ebben van nemzetközi együttműködéssel zajló program is. Tehát azt gondolom, hogy az a kapacitás lehetőség, amit megkapott az intézmény a Oktatási és Kulturális Minisztériumtól, mintegy 300 fő támogatott hallgató beiskolázásának a lehetősége, vagy adottsága, az azt gondoljuk, hogy jól jelzi azt, hogy a főiskolán a mesterképzések megjelenése az egy jelentős tényező lesz. Mennyire kell minden évben megújulni ahhoz, hogy megmaradjon a főiskola ezen a szinten, vagy azt mondjuk, hogy beálltunk egy kínálattal, és... Hát reméljük, hogy ilyen mértékű megújulások azért nem kísérik majd el az életünket minden egyes évtizedben, mint ami most túl vagyunk, tehát a Bologna folyamat gyakorlatilag a elmúlt egy évtizednek az áldásos tevékenysége nálunk. Jogos a kérdés, amit Szergesztő úr feltett. Néha nekem is az az érzésem, hogy teljesen szétesünk a megújulási kényszerpályákba, meg spirálokba. Úgyhogy a fenntarthatóság, ez egy nagyszerű szó mostanában, azt gondolom, hogy ha már semmit nem tudsz mondani, akkor beszélj a fenntarthatóságról. De a fenntarthatóság szerintem meg a stabilitás biztosítása az egy fontos kérdés. Talán megújulni, én azt gondolom, és megint nem hát ócskán szlenget akarok használni, az a minőség garantálásának kérdése, tehát a garantált minőség kérdése. Mert azért ez a sok megújulás, meg expanzió, meg nyitás, meg minden, amit mi elvégeztünk, nem csak az elmúlt 10, hanem inkább 20 évben, ez erodálta ezt a tulajdonságunkat egy kicsit, ezt őszintén el kell mondani, anélkül, hogy most azt mondanám, hogy jég a ház, hát némi füst van néhány helyen a portán, meg a ház körül e tekintetben, és ezen sokat kell majd dolgozni.
Bízunk benne, hogy így lesz. Nézzük akkor a mostani idei kínálatunkat, mivel várjuk a hallgatókat, miben újultunk meg, hogy itt a megújulásnál maradjunk, hogy minél több hallgatónk legyen a következő tanévben, rektor helyettes asszony. Igen, kapcsolódva rektor úrhoz, el szeretném mondani azt, hogy az idei nyílt napunkon, ami jövő héten kedden lesz, december 2-án, arról adhatunk számot, amiben reménykedtünk is a tervezés időszakában, hogy egyre bővül a kínálata az Eszterházy Károly Főiskolának, és gyakorlatilag 27 alapképzési szakot kínálunk a most végzőknek és a tovább tanulni vágyóknak, 13 felsőfokú szakképzést, és 20 mesterképzést abban a megoszlásban, hogy ebből 18 gyakorlatilag tanári mesterképzéssel kapcsolatos szakképzettség. Úgyhogy bővül a kínálat, és még mindig terítéken van jó néhány szak, amely a jövőben bekapcsolódhat a képzésbe. Természetesen ma már az kevés, hogy kínálunk egy-egy szakot, még ha az bármennyire is vonzó és érdekes is. Mindig kell valami pluszt adni ahhoz, hogy azt mondják, hogy igen, Eger a jó döntés. Mi az, amivel a főiskola készül erre, hogy a szakkínálaton túl olyan lehetőségeket, olyan föltételeket teremt, kínál, ami miatt minket választanak? Hát, ha itt a nyílt napra gondol szerkesztő úr, akkor ezt a napot szeretnénk olyan módon megszervezni, hogy egyrészt jól tájékoztasson, ugyanakkor kedvet csináljon az Eszterházy Károly Főiskolán való továbbtanuláshoz. Tehát több funkciós ez a másodikai nyílt nap. Egyrészt a felvételi eljárásról szeretnénk tájékoztatást adni, ehhez kapunk segítséget a felsőoktatási főosztálytól Bakos Károly személyében is, de a Tanulmány és Információs Központ igazgatónője is fog részletes tájékoztatást adni a szakokról, képzésekről, szót kap a hallgatói oldal is, itt a diák életről, az infrastrukturális feltételekről, a kollégiumi ellátottságról, arról, hogy milyen jó Egerben diáknak lenni, erről is szó lesz, valamint intézményi körsétákat is tervezünk ezen a nyílt napon, ahol meg lehet látogatni a karok épületeit, be lehet járni a számos gyönyörű objektumát az Eszterházy Károly Főiskolának, illetve a tanszékek standokon várják az érdeklődőket, ahol konkrétan a szakos képzésekről is részletes tájékoztatást is kaphatnak. Füzetkével is készültünk, ahol szakleírások vannak, és konkrétan meg tudják kérdezni az érdeklődők, hogy miért érdemes egy adott szakra jelentkezni. Emlékezetem szerint Egerből indult el a mi főiskolánkról az a kezdeményezés, hogy az első éveseket, akkor ha jól emlékszem, a TTK-sokat vártuk csupán egy-egy személyi számítógéppel. Aztán ez már gyarapodott, ez a kínálat. Folytatódik-e a következő évben is ez a lehetőség? Mindkettőjüktől kérdezhetem, néznek egymásról. Igen, mert ebben mégiscsak a rektor úr lenne illetékesebb ennek a bejelentését megtenni, de azt gondolom, mondhatom, hogy jövő évben is, akik felvételt nyernek, beiratkoznak nappalitagozatos hallgatóinknak, a munka, a tanulás és a kutatás megkönnyítéséhez egy-egy laptopot fogunk ajándékozni. Tehát meg lesznek azok a föltételek, hogy a legszélesebb körben tudjanak fölkészülni a hallgatók. Igen, de bár a rektor helyettes az, hogy nem érti félre, hogyha itt viccelődök az utolsó mondatának egyik szavával, vagy ajándék. Gondoltam, hogy... Igen, tehát ez az ünnepek előtti várakozásnak a sztereotíp. Kicsit frágy, igen, volt, teljesen helytálló. De egyébként olyan szempontból ez valóban helytálló, hogy ma nem általános a magyar felsőoktatásban, hogy tanulási munkaeszközben egy ilyen lehetőséghez jut a hallgató. Tehát ez jó értelme vett tényleg ajándék, de inkább azt gondoljuk, hogy a munka jobb minőségű elvégzéséhez lehetőség és eszköz. Tehát mi ezt egy darabig beszéltek rólunk, hogy milyen furfangosak vagyunk a hallgatói jelentkezések számának növelésébe. Hát eretnekség lenne azt mondani, hogy arra számítottunk, hogy ennek hatására csökkenni fog, tehát ilyenről nem volt szó, de azt nagyon őszintén szeretném mondani, meg hihetően, ezért nézek ilyen erősen a kamerába, hogy
Tehát nem ez volt a szándék, az alapvető indíték nem ez volt. Az intézmény egyik kiemelkedő erőforrása a nagyon fejlett infokommunikációs szolgáltatási rendszer, aminek a humán erőforrásában is nagyon sok változás van, várható, állandó továbbképzési programokat kínálunk ebbe, mert hát anélkül nem megy a dolog természetesen, de én azt gondolom, hogy infrastruktúrálisan is rendkívül jó az intézmény. Például a Liceum Televízió is digitális felületen szerkeszti a műsorait, tucat szám vannak ilyen szerkesztőhelyek, vagy a multimédia fejlesztések, tehát mind amellett szól, hogy ez teljesen hiteles, amit mondok. Úgyhogy ezt azt gondoljuk, hogy ez egy 21. századi elektronikus tankönyv, amit hát jól felfogott érdeke szerint tölt fel a hallgató, meg használ arra, hogy ő jobb minőségben lássa el a feladatát, de kettőn áll a vásár, neki olyan feladatokat is kell kapnia, meg olyan oktatási rendszerbe kell bekapcsolódnia, ahol hát erre hivatkozik a tanár, a könyvtár ezt respektálja, és a többi, és a többi. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok mindenről tudnánk még beszélni, de talán befejezésül mindenkitől egy-egy gondolatot kérnék az előttünk álló időszakról, Szövényi úrtól mindenek előtt, részben a hallottak alapján, de hiszen nem kell itt hallania, hiszen ismeri, itthon van az Egri Főiskolán egy véleményt, hogy hova helyezi a magyar felsőoktatásban az Egri Főiskolát, és hát aztán egy-egy gondolata a nyílt napról és a főiskola előtt álló legfontosabb dolgok. Igen, az év végéhez közeledünk, tehát az ember keresi az évnek az eszenciáját. Mintaadó intézménynek tartom. Ebben az évben emlékeztek itt ezen a főiskolán, tanárképző főiskolán, ahol már a rektor helyettes asszony által jelzett 20 egyetemi szak elindul. Emlékeztek a magyar nyelvű tanítóképzés indításáról, a tanárképző főiskolák jubileumáról, tehát tudják, hogy mire építkeznek. Ma, amikor beléptem a rektor úr szobájába, körülnéztem, mi az újdonság, amit látok. Igen. Láttam a 21. század liceumát, a multifunkcionális termet, amelyre a forrásokat a TIOP pályázaton keretében mintegy 5 milliárdos beruházással megnyertek. Ezért tartom én egy mintaértékűnek, a hagyományokra építve, nem eltelve az eredményekkel, mindig keresik az újat, és meg is találják. Köszönjük szépen az elismerő gondolatokat. Rektor helyettes asszony. A nyílt naphoz kapcsolódóan szeretném azt elmondani, hogy nagy-nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket Eger városából is, és a környező középiskolákból is. Azt ígérem nekik, hogy egy olyan napon vehetnek részt, ahol tájékozódhatnak, informálódhatnak, és szeretettel várjuk azokat az érdeklődőket is, akik az Eszterházy Károly Főiskola 60 éves tanárképzési tradíciójához kötődően szeretnék majd egyszer itt folytatni a mestertanári képzésüket. Annyit szeretnék még elmondani újdonságképpen, hogy azt is felajánljuk az ide érkezőknek, hogyha majd ki szeretnék tölteni a jelentkezési lapjukat, abban tudunk segíteni ingyenesen. Az elektronikus jelentkezésben december 15 és február 15 között a Városi Információs Portál munkatársa itt a főiskolán tudnak segíteni a jelentkezési lapok kitöltésében. Rektor úr, nem egy év összegzés, hiszen az még hátra van, mert még egyszer a vendégünk lesz ebben, de hát mégis egy kicsike kép, jövőkép, múltkép, évkép. Akkor nem lenne még a műsornak. A szerkesztő tudja biztosan, de hát mindig meg szokott állítani. Szóval a főosztályvezető úr egy gyönyörű ajándékot rakott a jelképes karácsonyfára, sőt még egy masnit is kötött rá, amit vagy megérdemlik, vagy nem. Minden esetre azt tudom mondani, hogy természetesen törekszünk, meg igyekszünk erre. Ilyenkor udvariasan azt kell mondani, hogy ez nem jöhetne létre másképp, hogyha nem lenne egy
konstruktív, kooperatív és együttműködő fenntartója az intézménynek, de én ezt nem mondom, miközben tudjuk, hogy így van. Az sem véletlen, hogy főosztályvezető úr ma itt van köztünk, hiszen a 60 éves vizuális művészeti tanszék születés napjának ünnepe indul itt 2 órakor majd, és a hétvégével elindul egy ilyen eseménysorozat, és nagyon örülünk, hogy eljött és megtisztelte ezt az eseményt. Hát én azt gondolom, hogy nekünk inkább azzal kell foglalkozni, hogy a megtartott értékeinket, a megszerzett értékeinket, bocsánat, megtartsuk, és hát azokat a hiányzó apró fejlesztéseket még elvégezzük. Azon a grandiózus programon túl, amit főosztályvezető úr is említett, és ez az egyetemi ház a Líceum épületének revitalizációját jelenti, szeretnénk egy egyre jobban megélhető, értelmiségi pályára való készülést támogató, komplex tanulási környezetet biztosítani a hallgatóknak. A hallgatói klub esti éjszakai buliával bezárólag mondom ezt természetesen, tehát minden, ami ebbe a történetbe beletartozik, mert azt gondolom, hogy a felsőoktatásnak erről kell szólnia. Egyre nyitottabbnak kellene lennünk a város és térsége felé, hiszen ők a mi auránk, ha ilyet lehet mondani, miközben a távolabbi kapcsolatok is fontosak, és a partnereink azonosítását azt ki kellene jobban terjeszteni, nem csak a gazdasági szféra, mert most egy kicsit arra fordultunk, tehát a gazdasági társadalmi rendszer változás jobban rá irányította a volt tanárképző főiskolát a gazdasági szféra partnereinek azonosítására, és nem bántunk mostomán a közoktatás intézményrendszerével, de nem ők voltak, ha úgy tetszik, látókörbe vagy fókuszba. Tehát ebbe az irányba jobban kell, meg azért is, mert azt gondolom, hogy a felnövekvő nemzedék pályaképe, pályaorientációs bázisa mit szeretne, ha felnőtt lesz, ugye azon kívül, hogy tűzoltó leszek, mondja az óvodás. Ebben nagyon sok a dolgunk, tehát elébe kellene mennünk, nem akkor bíbelődni ezzel a kérdéssel, amikor már ide érkeznek. És zárásképpen azt is mondom, hogy kísérni is őket egy darabig. Örömmel jelentem, hogy van egy első vagy ilyen nulladik változat a hallgatóink nyomon követésével kapcsolatos erőfeszítéseinknek, kutatásainknak, vizsgálatainknak, amely nyomtatott formában is megjelent, és hát megküldtük a fenntartón túl minden partnerünknek, felsőoktatási intézmények is, stb. Stb. Tehát összefoglalva, jókedvűen dolgozunk tovább. Köszönjük szépen, és maradjon így ez az állapot. Rektor helyettes asszony, főosztályvezető úr, rektor úr, köszönöm szépen, hogy befáradtak a stúdióba. Tartsanak még egy picit velünk, mert egy dologról nem beszéltünk itt, mégpedig igen komoly szinten zajlik a tehetséggondozás is a főiskolán, nem csak a kifejezetten szakhoz kapcsolódó lehetőségeket teremtjük meg. Ennek egyik szép példája, hogy éppen 5 éves lett a főiskola néptánc együttese, akiknek a hétvégén lesz a gála műsora a Gárdonyi Géza Színházban, egy nemzetközi táncestel. Most nézzünk meg tőlük egy galgomenti bagi táncot hangulatkeltésül.